Az idei évben olyan piaci körülmények álltak elő, amelyek megfelelő alapot teremtettek a kereskedőház számára, hogy új szereplőként piaci részesedést szerezzen az almasűrítmény és étkezési alma forgalmazás piacán. Ezért a túltermelés okozta almapiaci válság enyhítésére felvásárlást indított. Az ipari almát Vaján, Máté, Szalkán és Nagykállóban adhatják le a termelők, ahol fel is dolgozzák a gyümölcsöt. Szombaton kezdtük meg, délelőtt 9 órakor. Naponta olyan 28-30 vagon almát veszünk, és a tervezetben maximálisan 12 ezer tonna van. A kereskedőház és a feldolgozók között létrejött szerződés szerint kilogrammonként nettó 15, illetve 16 forintért veszik át az ipari almát, amelyre az őstermelők 12%-ot meghaladó kompenzációs felárat kapnak, míg az áfa körbe tartozó vállalkozásoknál bruttó 20 forintra jön ki a kilónkénti ár. A nagykálói üzemben almasűrítmény készül a beérkező almából, amelyet szintén a kereskedőház vásárol meg, annak reményében, hogy a kiváló minőségű almasűrítmény lehetővé teszi, hogy a nemzetközi piacon a kereskedőház versenyképessé váljon. Eddig olyan alacsony volt az ár, hogy nagyon sok termelő úgy ítélte meg, hogy ennyi pénzért nem érdemes felszedni az ipari almát. Most talán ezért az összegért érdemes lesz felszedni. A Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT az étkezési alma értékesítéséhez is segítséget nyújt a termelőknek azzal, hogy 35 forintért indított felvásárlást. Az almát saját vagy bérelt hűtőházakban helyezhetik el a piaci értékesítésig. Az étkezési alma felvásárlása Zajtán, Tiszaberekben, Csegöldön, Jánkmajtison, Fehérgyarmaton, Kölcsén, Vásárosnaményban, Kisaron, Gávavencsellőn, Tyukodon és Újfehértún indult el, de folynak még egyeztetések további településeken is átvevő helyek kialakításáról. Ezekről a kereskedőház honlapján tájékozódhatnak a termelők.